Köszöntök mindenkit, én Túri Máté felolvasó vagyok, és ez itt a Közelítő Ortodoxia. Ezt a videósorozatot azért hoztuk létre, hogy a keleti kereszténységet azok számára kicsit kinagyítsuk, közelebb hozzuk, akik nem ortodoxok, vagy akár nem is vallásosak, de van bennük érdeklődése, nyugaton kevéssé ismert, ám annál gazdagabb tradíció iránt. Megijedni nem kell, hiszen csak közelítő módon kötetlenül nyúlunk a témákhoz, és igyekszünk közérthetőek is maradni. A mai első alkalommal virtuális kávézótársam, Nagycsinál Gergely András atya, vallástörténész, budapesti Szent Hieroteosz és Szent István kápolna parókusa. Ő fog most válaszolni. Egészség. Ő fog most válaszolni az érdeklődők által beküldött kérdésekre. Kérem, hallgassák őt szeretettel. Szervusz atyám, kérlek, mondj néhány szót magadról a kérdések előtt. Hát, én remélem, hogy nem válaszolni fogok ezekre a kérdésekre, hanem inkább beszélgetünk már, mint hogy megvitatunk kérdéseket, és nem pedig az van, hogy felmerülő kérdésekre én, mint egy nem tudom micsoda választ adok, mintha bárki bármire tudná a választ. Hát szerintem a lényeget elmondtad. A görög-keleti vagy ortodox papipari szakmunkás vagyok. Vallásbölcselet szakon végzett valaha a nagymúltú tankapja a buddhista főiskolán. Ezen kívül, mint ilyen Odysseus, így sokfele bolygok, írok dalszöveget, cikket, nem tudom, micsodát, eszét, könyvet, és próbálok szolgálni Budapesten a Váci utcai kápolnájában a Korcsatvinápoly Egyetemes Patriarkátusnak, amelynek te a kecskeméti templomában teljesítesz érces hangú felolvasói, avagy énekesi szolgálatot. Hát, hogy milyen hangú, arra szerintem most bővebben ne térünk ki, de igen, így van. A kecskeméti Szentháromság templomban vagyok felolvasó, kis pelyhes fiókaként, mert tavaly november óta hivatalosan, úgyhogy tanulási fázisban. És akkor talán mondjuk el azt, hogy ez a beszélgetés úgy formálódott ki, hogy jelezted azt, hogy vannak kedves barátaid, ismerőseid, nyuszi barátai és üzletfelei, akiknek mindig vannak érdekes felvetéseid, de valahogy sose jut el odáig a dolog, hogy ez mondjuk meg legyen vitatva, többek között azért, mert hogy van egy ilyen fenntartása csuhás népséggel szemben, hogy ők úgyis csak panelokat bírnak mondani mindenféle kérdésre. Te felvetetted, hogy mi lenne, hogyha most a itteni helyzet miatt egyféle virtuális kötetlen beszélgetésben te összegyűjtöd, és egyfajta ilyen, mit is mondtam, a metafizikai postásként ide hordod, és akkor azokat, azokat és azoknak a kérdései, akik és amelyeket még nem mernek esetleg élőben egy papnak szegezni. Ez így van pontosan, és én örömmel metafizikai postáskodom ebben az esetben is, mert szerintem ezek olyan kérdések, amik fontosak, aminek a végiggondolása vagy a megvitatása adhat valamit mindenkinek a saját életéhez, vagy a saját helyének a megtalálásához. Úgyhogy én fontosnak tartom, hogy ez a párbeszéd létrejöjjön, és szerintem, ha át tudjuk egy kicsit ezt a gátat lépni, amit említettél is, akkor ezzel már csak nyerhetünk. És azt is gondolom, hogy a mai ilyen információ túl telítettségben az is jó, hogyha egy kicsit tényleg
értelmes módon és értelmes dolgokról beszélgetünk. Azt majd meglátjuk, ne így áll előle a medve bőrére. Hát a kérdéseket én ismerem, úgyhogy... Én meg nem, és ezt kértem is, hogy ne ismerem őket előre, hogy legyen tényleg olyan, mint egy beszélgetés, tehát mondhat, hogy majd átküldöd, mondtam, hogy ne, mert ez úgy normális, hogy nem készülgetek én előre. Persze. Gondolatban. Viszont kíváncsi vagyok, mert az szintén beszéltük offline, hogy az én ilyen alkalmakat azt mindig jobban szeretem, mint hogyha... Tehát, hogy mondjuk bármilyen területnek a szakemberei egymás között szakbarbárnódat nyilatkoznak meg, akár teológiáról, akár vallásról, akár. Úgyhogy ülök elébe. Akkor vágjunk is bele, szerintem. Mit hoztál? Ez úgy szól, hogy nem hívőként úgy gondolom, hogy a vallások elemi funkciója az emberek számára jó felé való iránymutatás, a jó az nagybetűvel. Mi szükség van az egyházra, ha már az emberek többsége magától is rendelkezik egy belső iránytűvel? Ráadásul az egyház szervezet az önös érdekeknek alárendelhető, és sokszor kihasználják. Nem is tudtam, hogy barátaid között tudhatod magát a nagy Plátót. Ugye ez egy, aki ezt megfogalmazta, az vagy... Hát nem is neoplatonista, hanem a legújabb platonista, mert a neoplatonisták is már 2000 éve kihaltak. Jó, 1500. De hogy neked van egy ilyen élő, egy igazi platon követőd, ugye aki a jót nagybetűnöd így, valószínűleg helyesen. De hogy szerintem ez egy nagyon releváns kérdés, mármint, hogy ugye ez körülbelül három kérdést értem ebben felfedezni egy füst alatt, tehát ez egy ilyen tripla fenekű dolognak tűnik. Megtehet, hogy elolvasod az elejétől kezdve ismét, hogy persze. Mindig mondom, hogy hopp, akkor itt. Okay. Tehát a legeleje az úgy kezdődik, hogy nem hívőként úgy gondolom, hogy a vallás, tehát ezt gondolom, ugye ez nem tapasztalati meggyőződés, hanem egy következtetés. Tehát úgy gondolom, hogy a vallások elemi funkciója az emberek számára a jó felé való iránymutatás. Na, itt már rögtön álljunk is meg. Tehát szerintem ez egy picit nekem legalábbis leszűkíti a vallás értelmezést, vagy a vallás definíciót. Ugye eleve erről is beszéltünk már régebben, hogy én nem vagyok biztos benne, vagy nem látom azt, hogy lenne olyan vallásdefiníció, ami minden vallásra egységesen ráhúzható. Tehát a vallásnak nevezett jelenségek azok olyan borzasztó széles skálán helyezkednek el, mert hogyha mi most a nyugati, alapvetően ez, amiről itt szó van, az egy judeo-keresztény vallás meghatározás. Uh-huh. És annak is egy, tehát hogy a jó felé való iránymutatás a vallásoknak a dolga vagy feladata, az funkciója. Funkciója. Ez tökéletes, tehát ez tényleg egy nyugati interpretációja, nyugati felvilágosodáson edzett, pallérozott elme interpretációja a vallással kapcsolatban. Ezt egy picit nehéz összehozni az olyan vallási jelenségekkel, mint mondjuk, egy jó kis, mondjuk indiai túg folytogató szektának a vallási indítatású, illetve a megvilágosodásra, nem a jóra irányulnak szegények, hanem a megvilágosodásra, vagy hát akkor mondjuk nézzük meg mondjuk a Mahayana buddhizmus egyik egészen fantasztikus, színes, elvetemült ágát a Mahasiddháknak a szektáját, akik a megvilágosodást adott esetben pálinka főzésen és égetett szeszek vedelésén át. Ez nem mostani találmány, ez klasszikus, indiai dolog. Égetett szeszek vedelésén keresztül igyekeznek elérni. Tehát ott igazából a jó felé való törekvés az azért csak nagyon-nagyon korlátozottan alkalmazható. Tehát én úgy látom, persze lehet, hogy tévedek, hogy a mi
európai alapvetően felvilágosodás alapú vallásdefinícióink, azok mondjuk úgy nagyjából az Indus völgytől keletre egy hajtófát sem érnek. Tehát, hogy mondjuk a kínai, amit mi, vagy nem mi, hanem a nyugati ilyen, nem tudom micsoda, a vallás tudomány kínai univerzizmusnak hívott egy darabig, teljesen rosszul, tehát mondjuk a konfucianizmus, vagy a taoizmus, de akár magát a buddhizmust is vallásként definiálni, és ezek után kijelenteni róla, hogy az a jó felé irányítja, vagy az annak az a funkciója, hogy a jó felé irányítsa az embert, hát ez elég nehéz. Tehát mondjuk tehát olyan kategóriák vannak mondjuk Kínában, vagy akár az indiai vallásokban és a hinduizmusban, és a védikus vallásban, vagy a buddhizmusban, nem teszik ezt célnak meg. Uh-huh. Tehát ez a meghatározás, ez veszi a platóni jó ideáját, ráteszi egy ilyen tökéletes metszete szerintem az európai tudatnak. Veszi a platonikus jó ideáját, akkor ott még lehet választani, hogy mit teszünk meg a gondolkodás alapjának egy Platón, vagy egy Arisztotelészt. És akkor valaki választ, és akkor ezen keresztül erre ráteszünk egy mondjuk keresztény felhangot, teológiát, és akkor le van platonikus teológia, meg van arisztoteliánus teológia, ugye ez a középkor végé erről szól, hogy nominalista az ember, vagy realista. Arisztoteliánus vagy platonista alapon teológizál. És akkor erre pedig egy felépítményként jön rá a felvilágosodás, ami azt mondja, hogy mindennek kell praktikus céljának lenni, így többek között a vallásoknak is kell, vagy vallásosságnak is kell egy praktikus céljának lenni. Ezt megjelölhetjük külsődleges praktikus célban, úgy, mint mit tudom én, hogy értékeket közvetít a társadalom számára, arra jó a vallás. És akkor ebben a jó absztrakt ideája már egy kicsit kézzelfoghatóbbá válik. Mondjuk, mit tudom én, otthon, haza, család című panel, és akkor ez az érték, amit úgy mond a vallás, az közvetít, vagy a vallásosság, vagy a hit, az közvetítene, vagy amilyen értelmet nyerne. A másik pedig a pszichológiai megközelítés, amikor a jó felé törekvés az nem egy ilyen szociális mászt kap, hanem egy pszichológiai mászt, van leüntve, és akkor az embernek az egyéni mit tudom, boldogulását, vagy hát mégiscsak könnyebb elviselni ezt a rengeteg mocskot, akkor, hogyha az ember hívő, és akkor azt mondja, hogy de majd a végén egy protestáns megoldás, meg ki lesz jól egyenlítve a számla, és akkor az igazságos bíró, az Úristen már szépen elrendezi, és akkor egy ilyen nem tudom, ilyen transzcendens elégtételben reménykedhet az ember, vagy ha kevésbé mondjuk metafizikai vérszomjal nincsen megverve, akkor azt mondja, hogy de hát a belső egyensúlyomhoz ez szelidebb változat, a belső egyensúlyomhoz nagyon fontos, nekem, hogy vallásos vagyok. És akkor így szépen ez a három réteg egymásra épül fel, de igazából ez mind, tehát hogy ez a dolog alapvetően egy ilyen utilitarista meghatározás, tehát hogy mindennek kell jónak lennie valamire. Tehát hogy mindennek helyet kell keresni, vagy mindent csak úgy tudunk elfogadni, hogyha beillesztjük, hogyha szerszámként nyúlunk hozzá. Funkcionálisan értelmezzük. Igen, hogy akkor a kalapáccsal szöget lehet beverni, a vallással meg vagy a másik ember fejét lehet beverni, vagy pedig a magunk üdvösségét, vagy magunk jóra való törekvését lehet mederbe terelni. Tehát, hogy én egy picit ennél így megengedőbb vagyok az ember számára, tehát hogy nem kell minden jó legyen. Azt hiszem, igen, hogy folytatódik tovább, bocsánat, a felvetés? Hogy mi szükség van egyházra, ha már az emberek többsége magától is rendelkezik egy belső iránytűvel. Tehát ugye ez kvázi helyben hagyja ugye az első felvetést, tehát ez ugye ráépül. Igen, ráépül arra, hogy az embernek van már pedig egy belső, ez ilyen kantiánus, hogy a csillagoség fölöttem és az erkölcsi törvény bennem, mint két darab iránytű, van egy külső, meg van egy belső iránytű. Itt meg viszont én pessimistább lennék, tehát nem tudom, hogy az emberről kijelenthet, tehát hogy
az ember, mint olyan, ez már egy fura dolog nekem, és hogy minden emberben van egy belső iránytű, ezt meg ez meg egy nagyon optimista dolog szerintem, tehát, vagy egy nagyon optimista nézet. Tehát az emberben van egy belső iránytű, de nem tudom, hogy ez feltétlenül automatikusan, hogy jóra fog ez elmutatni, mint hogy nincs közmegegyezés, akkor is visszamentünk egy platóni dialógusba, nincs mi közmegegyezés. Ó, mond Szokratész, mi az a jó? Vajon a jó cselekedet? Vagy a jónak az elképzelése? Vagy az, amit én jónak tartok? Minden emberben van egy belső iránytű, ami valószínűleg, ha egészen lecsupaszítva nézzük, akkor a saját vágyai beteljesülése felé mutat leginkább, és automatikusan. Tehát, hogy az emberben van egy szomjúság, egy igény a bizalomra, meg a szeretetre, és akkor ami ezek, meg egy bizonytalanság, és félelem a haláltól, és akkor ezek együttese, igen, képez egy belső iránytűt, ami mutat valami felé, amit élethelyzetekként, meg korszakonként más-más tartalommal ruház fel, és akkor azt mondja, hogy az a jó. Az a jó, hogy az a jó, ha szerelmes vagyok. Vagy az a jó, ha végre megszabadulok a szüleimtől, és elköltözöm otthon, és önálló lehetek. Vagy az a jó, hogyha egy bombázva az asszony, és akkor mindegy. Tehát, hogy vagy az a jó, hogy ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy az a jó, hogy mondat után mi következik, vagy az a jó, hogy majd én elérem az üdvösséget a mennyeknek országában, vagy az a jó, hogy gondoskodom más emberekről önzetlenül, teljesen mindegy, hogy mi kerül bele ebbe a dologba, ez úgyis annak a tükörképe lesz, vagy azoknak a hiányoknak lesz a kikerekítője, amik belül munkálnak, meg annak a nyugtalanságnak és annak a szeretetésének, vagy csodálkozásra való képességnek lesz vagy abból lesz egy ilyen megtestesülés. De nem tudom, hogy ezek adott esetben nem akadályozzák-e inkább az embernek a látását. Tehát, hogy nem de ezekből könnyen lehet bálványkép, tehát hogy könnyen lehet a szociális egyenlőségből bálványkép, vagy bálvány. És akkor ez könnyen van, mert az embernek szüksége van valamire, amire a hitét, a reményét, meg a reménytelenségét így együtt rá tudja tenni. És akkor attól függ, hogy mennyire van megcsinálva az a bálvány, hogy elbírja-e mindezt, vagy nem bírja-e. Tehát, és az a kérdés, hogy mi szükség van egyházra, ha az embernek úgy is van egy ilyen belső iránytűje. Most tételezzük fel, hogy van, jó? És tételezzük fel, hogy tényleg ez a jó fele, bármilyen módon definiált jó fele mutat, oké? De az a helyzet, hogy manapság a belső világunkhoz, vagy a belső iránytünkhöz, én úgy látom, hogy egyre kevesebb elérési út kínálkozik. Mert hogy igazából én azt hiszem, hogy ez egy bonyolult dolog. Mármint, hogy az embernek a belseje. Nem szervileg, úgyis iszonyatosan bonyolult dolog. Az idegek és a verőerek hálózatából, hanem ezt a belvilágot, ami az idegek és verőerek hálózatából, a gondolkodásból, az érzelmekből, a belső sebesülésekből, traumákból, meg az mindenféléből tevődik össze. Ez egy nagyon komplex valami, és nagyon nehéz ehhez hozzányúlni, hogyha nincsenek meg mondjuk a nyelvi vagy a gondolkodásbeli konvencióink vagy eszközeink, tehát nincsenek szerszámok, amivel ezt lehet kezelni. Tehát olyan, mintha manapság azokra a feladatokra, hogyha mondjuk az ember befele tekint, vagy belül próbál valamit megoldani, hogy azokra a feladatokra, amikre mondjuk szike és lézerkés kellene, azokra mondjuk egy húsvágó párt áll, na csak rendelkezésünkre. Tehát, hogy voltak
mondjuk az egyháznak, vagy a vallásnak vannak nagyon specifikus technikái, vagy nagyon specifikus eljárásai, amik segíthetnek abban, olyan egy-egy olyan évszázadok alatt kimunkált mondjuk nyelvi, vagy filozófiai, vagy, tehát gondolkodásbeli, vagy liturgikus hagyomány, ami segíthet abban, hogy tematizálja az ember ezt a fajta belső világot. De az irodalom is teljesen jó erre, csak hogy manapság szavaink sincsenek már. Tehát nagyon egyszerűsödött a nyelv, nagyon egyszerűsödött a szókészlet, és manapság az ember belvilága nagy részt, vagy ha nem figyelünk oda, vagy nem szánunk rá időt meg energiát, akkor filmeknek, meg slágereknek a paneljeiből és szófordulataiból fog fölépülni, és azok tematizálják, amik viszont sematikusak. Tehát, hogy nagyon elnagyolt sémákban tudnak, vagy hát nem tudnak ezek cizelláltabban is, de általában egy hollywoodi film a jó meg a rossz küzdelme, és akkor ez nagyon elnagyolt módon mutatja be. Tehát nem biztos, hogy mondjuk egy vallásosság, vagy egy egyház az nem, vagy egy egyházi közeg, vagy egy egyházi kommunikáció, vagy szókészlet, amit tényleg kiérleltek gondolkodók, meg keresők, meg mindenféleknek a nemzedékei, az nem segíthet ebben. Az más kérdés, hogy mondjuk egy egyházi kontextusban persze mindig elől ott is a panelek vannak. Mit tudom én, a bűnbánat fontossága, a jó cselekedetek fontossága, a jó Istenre való odafigyelés fontossága, és ez ilyen tébetüket kell mondani, ezt már megtanultam, mert akkor hiteles, szerintem ezt külön tanítják, kedves testvérem. Tehát, hogy ott is ezek vannak elől, és onnantól már az ember szellemének, vagy nem tudom, mit csinálnak, az ember lustaságára, vagy nem lustaságára van bíz, vagy mögé megy ezeknek a közhelyeknek, és ezeknek a paneleknek. De ugye a filmművészetben is, tehát lehet hollywoodi szart nézni, és annak a segítségével tematizálni a belvilágunkat, meg lehet próbálkozni egy Tarkovszkijjal is, csak az lehet, hogy nem adja magát olyan könnyen. Hogy folytatódik a kérdés? Tehát, hogy mi szükség van egyházra, hogyha... Tehát, hogyha egyrészt megvan ez a belső iránytű, ráadásul egy egyház szervezet az önös érdekeknek is alárendelhető, és sokszor kihasználják. Tehát, hogy kiszolgáltatjuk magunkat ezzel kvázi azoknak, akik ugye ebben emberekként részt vesznek. Minden kihasználható önök érdekekre. Tehát, hogy ha kezünkbe veszünk egy ártatlan plüssnyulat, akkor az is ki van használva önös érdekekre, mert van egy gyártója. Vannak kis maláziai gyerekmunkások, akik a plüssnyulnak az aranyos bolyhos fülét varrogatják félvakon 16 órában. Minden. Tehát az ember egy ilyen eszközhasználó állat, ilyen szempontból mindent fel tud használni önös érdekét. És mindennel, amihez érzelmileg viszonyulunk, azzal kiszolgáltatjuk magunkat, vagy megadjuk a lehetőséget, hogy ezt valaki, vagy valaki szervezeti szinten önös érdekre használ ki. De ez önmagában nem ér. Tehát, hogy ez az, hogy a kés használat, vagy a borotva használata ellen az önmagában nem ért, hogy azzal a nyakat is el lehet vágni, szerintem. Meg el is vágtak, hát attól még nem hajítjuk el az összeset. Sőt, én szoktam elvágni a saját nyakamat. Még ez a vallása pont ugyanígy igaz. Azzal is elvághatja az ember a saját nyakát, igen. De meg kell fontolni, hogy nem lehet, hogy mégis van egy-egy olyan ismeretlen dolog ebben, vagy egy kincs, vagy egy-egy meglepetés, ami esetleg megéri azt, hogy kockáztassunk és játszunk egy kicsit ezzel a borotvatengével. Oké. Köszönöm szépen a kérdező nevében is. Szerintem menjünk tovább a következőre. Ez egy kicsit kitekint már az ortodoxia szempontjából, és ez úgy szól, hogy milyen az ortodox kereszténység viszonya a többi nagy világvalláshoz, lát-e bennük értékeket, folytat-e velük párbeszédeket, és milyen célokkal? Igen. Ebben itt van egy előföltevés a kérdésben, ismét. Most azt fogom csinálni, hogy nem válaszolok semmilyen kérdésre, nem mindig az előfeltevésekre, hogy jól mutatok el, és akkor nem kell magamnak véleményt kifejteni ezzel kapcsolatban, pedig dehogy nem.
De nem, itt most konkrétan egy nagyon-nagyon, tehát egy visszatérő fontos felvetés van, és az előföltevés pedig a kérdés mögött az, hogy van olyan, hogy az ortodox kereszténység és az ortodox kereszténységnek, mint egy darab egyház szervezetnek van valamilyen viszonya valami fele. Itt le kell lombozzam szegény kérdezőt, meg mindenkit, aki egyébként ilyen jószándékú keresztény módon érdeklődik az ökumenizmus helyzetéről az ortodox egyházban, hogy mi az ortodox egyház álláspontja azzal kapcsolatban, hogy, és akkor mindig azt mondom, hogy igen, jól rázod a fejed, hogy ilyen nincs, hogy ortodox egyház. Tehát de van, ez megint egy teoretikus konstrukció, nagyrészt, ortodox kereszténység olyan van, és az ortodox kereszténység megvalósul, testé lesz helyi egyházakban. Azt szoktam mondani, amikor a vallástörténet órát tartok, hogy ilyen szempontból a keleti kereszténység az olyan, mint az Al-Qaida, mint egy terrorista szervezet, hogy pontosan úgy épül fel, hogy most ezt majd kivághatod, ha nem tetszik. Náladon a vágóoló. Tehát, hogy egy decentralizált szervezet, és a boldog mártírok idejében a római állam ezért nem tudta szétszúzni, mert hiába dobtak papi gyanánt, délutáni csemegő gyanánt egy-egy testes püspököt az oroszlánok elé, akik felfalták. Ezzel az egyház mint olyan nem tudott megszűnni. Mert hogy decentralizált, nem arról van szó, hogy kilőjük a felső vezetés, akár az iszlám állam esetében, akár mondjuk még ugye régen az Osama Bin Laden hiába varázták el Pakisztánban, attól maga a dolog nem szűnik meg. Tehát az ortodox kereszténység az, hát most nem modern hasonlattal, hanem azt mondom, hogy szinodális egyház szervezete van neki, ez jelenti azt, hogy decentralizált, magyarán helyi egyházak hálózatából áll össze, ez az apostoli kornak az egyházrendszere, megy az egyszeri apostol, és ha Pál, akkor megy Kis-Ázsiában és Görögországban, ha Márk, akkor megy délre, Egyiptom fele, és akkor amerre megy, ott helyi gyülekezeteket hoz létre. Ugye a görög szó az eklézia, az eklészia, az azt jelenti, hogy az elhívott. Tehát, hogy megáll a város piac terén, beszél, és akkor néhányan odahallgatnak rá, és azt mondják, hogy na, erről szeretnénk többet tudni, és akkor úgy formálódik egy kis kör, akik meghallják, vagy meghallották ezt a meghívást. És ezek a helyi egyházak úgy voltak tekintve, tehát, hogy nem úgy néztek rájuk, mint manapság mi néznénk automatikusan, akik mondjuk egy római katolikus egyház szervezethez szoktunk hozzá, és automatikusan azt olvassuk rá mindenre, hogy egy ilyen piramis rendszer, vagy egy cég, hogy annak van egy felső vezetése, és akkor úgy szépen megy le, és akkor itt van a püspökök, meg papok, meg a nép, hanem ez úgy volt tekint, és jó, és akkor a minden helyi egyház, minden helyi templom, vagy parókia, vagy bármi, az ennek egy része. Nem, az ortodox, vagy a keleti keresztény ekléziológia, ez úgy néz ki, hogy mindegyik helyi egyház az egész. Tehát, hogy nem az van, hogy az egy része az egésznek, és akkor az sok pici pont együtt adja ki az összképet, hanem mint ahogy szokták mondani, hogy csebben a tenger, minden egyes csepjében maga az egész tenger van jelen, mert minden egyes helyi egyház a feltámadott istenember misztikus testének és halhatatlanná vált természetének a teljessége. Tehát minden pici egyház egy univerzum, egy újjáteremtett kozmosz. És ezért ezek nem rendelődnek egymás alá vagy fölé. Az, hogy kialakul később egy egyházi hierarchia, sőt a helyi egyházak között egy hierarchia, az egyszerűen annak köszönhető, hogy ezekben a helyi egyházakban valóban megtestesül valami, mi testesül meg, az a jó hír, hogy valaki legyőzte a halált, hogy van feltámadás, ez testesül meg, de hogy a test maga az a környező világnak a természetes teste, tehát a római birodalomnak, a késő antikvitásnak a teste, ami úgy néz, társadalmi testre,
ami úgy nézett ki, hogy voltak falvak, meg voltak városok, meg voltak metropoliszok, nagyobb városok. És akkor az szerint, hogy, hogy hol található az a gyülekezet, lesz belőle helyi egyház, vagy metropoliszban, de nagyvárosban metropólia, vagy még nagyobb városban, mint Antiochia, Alexandria, Konstantinápol, meg Róma, ott meg később már ezeket patriarkátusoknak nevezik. De ez területi, ez a testhez tartozik, az a fizikai megvalósuláshoz tartozik. A egyik nem változtat azon a lényegen, hogy minden egyes helyi egyház és minden egyes helyi templom és minden egyes helyi oltár az magát az Istent, Istennek segít megtestesülni. Tehát magát az Istent hordozza. Ilyen szempontból, ami nyomik kis Váci utcai kápolnánk egy pesti bérház első emeletén és annak a fa oltárasztala, az pont ugyanolyan, mint Konstantinápolyban a pátriárkátusnak az oltárasztala. Semmi különbség nincs. Az ugyanúgy adott pillanatban a Golgota, adott pillanatban meg Krisztus sírja, ahol, ahol feltámad. És nincs sem tiszteletbeli elsőbségi különbség, sem semmilyen a két helynek az eukarisztiája között, ami az egészben ugye a poén, mármint a lényeg, ami az, amitől az egyház létrejön. És innentől kezdve püspökök vannak, de csak püspökök vannak, és teljesen mindegy, hogy hogy hívják őket, hogy ezt a püspököt érseknek hívják, metropolitának hívják, vagy patriárkának hívják. Teljesen mindegy, a kegyelmi szint, ami van, vagy az a, ez a metafizikai funkció, amit betölt, hogy normálisan vagy modern nyelven fogalmazok, az a metafizikai funkció, amit betölt, az egy és ugyanaz. És innentől kezdve, hogy ez egy, nem egy piramis, hanem egy ilyen kis egy komplet Himalája, tehát sok-sok-sok-sok-sok csúccsal, mármint az ortodox egyház szervezet, innentől kezdve az ortodox kereszténység az a, ahogy az angolok mondják, cheerful insanity, tehát a, ezt nem is tudom, a vidám elmebajnak, a, tehát a struktúrát és szabad és vidám káosznak a képét mutatja. Erről megint csak tapasztalatból, mint az ortodox kereszténységről szerintem tapasztalatból lehet a legtöbbet megtudni. Az ember elvetődik mondjuk egy görög faluba valamely ünnepen, akkor ott mit lát? Egy olyan mértékű, színes és vidám káoszt, amiben valami rendszer van, mert mindenki tudja, hogy mit csinál és mit nem csinál, de mégis az egész egy ilyen vidám forgatag. És az ortodox egyház is ilyen, hogy az egész, tehát a külső szemlő azt mondja, hogy meg a belső is, hogy Úr Isten, mitől van még ez az egész egyben? Mert vannak nemzeti egyházak, görög ortodox egyház, vannak nemzeti patriarkátusok, mint mondjuk a szerb patriarkátus. Van olyan, hogy konstantinápolyi egyetemes patriarkátus, ami alatt ország nincsen, de mégis patriarkátus, mert mióta szegény Bizánc megsemmisült, hát ez egyházi mértéke nem olyan sok, kicsit több, mint 500 éve, azóta nincs alatta ország, de a patriarkátus megmarad. Vagy vannak birodalmi patriarkátusok, mint a moszkvai patriarkátus volt az orosz birodalom idején, ami aztán Szovjetunió lett, és mégis patriarkátus, mert tehát az egész egy ilyen, és ezek mind egyenlőek. Tehát ezért nem hogy egyetemes zsinatot a kereszténységben, de ortodox, összortodox zsinatot sem nagyon lehet összehozni, és innentől kezdve, ha bárki megkérdezi, hogy az ortodox egyház álláspontja mi a nem tudom micsodáról, akkor azt lehet mondani, hogy hát kérem, olyan nincsen, mert van álláspontja a moszkvai patriarkátusnak, van álláspontja a konstantinápolyi patriarkátusnak, de ez senkit sem kötelez semmire. Még az adott egyház szervezeti egységen belül sem. Tehát, hogyha egy konkrét példával jön, amilyen nagyon szemléletes, az az, hogy ugye én visszatérő kérdés, hogy mi az ortodox egyház micsoda véleménye a viszonya a többi nagy világvalláshoz. Lát-e bennük értéket? Nem erre gondoltam, hanem hogy mi az ortodox egyház véleménye mondjuk a katolikus szentségekről. Érvényesek azok, vagy nem érvényesek azok? Akkor azt lehet mondani, hogy hát például a moszkvai patriarkátus hivatalos álláspontja szerint a katolikus egyház szentségei nem érvényesek, nem tekinti, mondjuk a keresztséget nem ismeri el. Az egyetemes patriarkátus Konstantinápolyban elismeri a római katolikus keresztséget érvényes keresztségként,
És akkor, hogyha nem akarjuk összezavarni az embereket, akkor ennyit mondunk, ha meg össze akarjuk zavarni, hogy azt mondjuk, hogy de a konstantinápolyi patriárkát alátartozó Athoszhegy, az meg már nem ismeri el. Holott a saját pátriárkája ismeri. Úgyhogy Athoszon gond nélkül újra keresztelnek olyan katolikust, aki az ő egyházi főhatósága szerint, ezek teológiai vélemények. Az ortodox kereszténységet egységessé a dogmatikai és az egyház szervezeti egysége teszi. És ez mind a kettő elég sokféle és elég széles spektrumon mozog, úgyhogy nincs az ortodox egyháznak a többi úgynevezett világvallás. Az úgynevezett ortodox egyháznak az úgynevezett többi világvalláshoz nincsen deklarálható viszonya, mert ezek úgynevezett teológumenonok görög nyelven, ami azt jelenti, hogy teológiai vélemények, állásfoglások, nézetek, amikből kismillió van. Ami alapján kiválóan lehet egymást eretnek kezni meg, amire én látom. Így van, és ezek vagy dialógusban vannak egymással jobb esetben, vagy pedig mondjuk egy ilyen, mint egy veszekedő olasz család, ahol időnként puszízkodnak, meg ölelik egymást, időnként üvöltöznek, időnként megröpülnek a tányérok. Tehát az ortodox egyház az nem egy szervezet, hanem egy család ilyen szempontból. És akkor időnként nem beszélnek egymással, valaki átmegy a másik szobába, és évekig nem jön ki onnan adott esetben, de hát az egyház távlatai azok nem ilyen években mérhetők, előbb-utóbb majd csak megéhezik és kijön. Tehát hogy itt nagyjából ez a dinamika van jelen az ortodoxiában, ami egy kicsit áttekinthetetlenné teszi, meg a mai ember számára esetleg mondjuk visszatetsző is lehet, de szerintem ez egy egész egyszerűen az életnek a jelen. Az élet az ilyen. Sértődős, meg puszilkodós, ölelőség. Tehát, hogy mindenféle van benne. Lehet, hogy ennek kapcsán én át is ugranék, mert ez még ugye a második kérdés volt, de a negyedik kérdés az viszont kapcsolódik ahhoz, ahova ennek kapcsán eljutottunk. Ez úgy szól, hogy nekem úgy tűnik, hogy az ortodoxok kis szigeteket formálnak, ez végül is most ilyen szempontból átbeszéltük, viszont úgy folytatódik, hogy van-e valós aprózódás, és hogyan látja ennek a kifutását hosszú távon, illetve hogyan látja a montenegrói egyházszakadást, mennyire követik más ortodoxok az eseményeket. Tehát itt inkább a szakadásokra fókuszálnék ebben, tehát hogy van-e jelen ebben egy olyan irány, ami azt mutatja, hogy ez egy lebomlás is egyben, vagy pedig ezek a szigetek azért megmaradnak, vagy esetleg növekednek, összeolvadnak, stb. Ugye hírértéke mindig a szakadásnak van. Tehát egyrészt ez egy ilyen dolog, hogy hírértéke mindig annak van, ami törik meg szakad, legyen az csont, vagy híd. Tehát amíg a híd áll, addig nincs neki hírértéke, ha leszakadt, akkor van. Az ortodoxiának sincs addig, az egyháznak sincs addig hírértéke, amíg úgy egyben van. Amikor elkezdenek torzsalkodni, akkor rögtön oda lehet nézni, hogy itt valami érdekes történik, hiszen ugye mi nevelkedtünk a sorozatokon, hogy ott mindig történjen valami. És az egyház történet ez nagyjából ilyenekből áll össze, tehát ez nem mostani jelenség, az olyan állandó kisebb-nagyobb húzavonákból, meg szakadásokból áll. Azt az előbb mondtam, hogy szerintem ezzel nincsen semmi gond. Hogy mennyire követik más ortodoxok figyelme az eseményeket, más ortodoxok, nem én, hanem mások, biztos nagyon figyelemmel követik. Meg ugye van ami ennél sokkal nagyobbnak tűnik, egyszerűen csak azért, mert nagyobb a játéktér, ez a konstantinápolyi patriarkátus, meg a moszkvai patriarkátus között ti egyházpolitikai húzavona és sértődés. És akkor, amikor ez néhány évvel ezelőtt ugye kezdett testet ölteni Ukrajna miatt, akik nem követik figyelme azokat, hogy az ukrán egyház, ami eredetileg az első ilyen északi szláv egyház volt a kievi központtal, és akkor abból lett aztán áthelyeződött Moszkvába, a központ lett belőle a moszkvai patriarkátus, és akkor amikor eddig nem is volt baj, még Szovjetunió volt, meg Orosz Birodalom, amikor lett külön Ukrajna, akkor az egy kicsit kérdéses lett, hogy az ukrán egyház, ami előbb volt, mint Moszkva, az jogosan tartozik-e Moszkva alá,
és akkor éleződött ki a helyzet, amikor ez a két ország háborúba került egymással, tehát akkor hogy lehet egy olyan egyház alá tartozni, aminek az állama amúgy háborút visel az én országom ellen, és teljesen érthető módon az ukrán egyház az igyekezett függetlenedni, amit Moszkva nagyon nem akart. Konstantinápoly meg azt mondta, hogy ez így szokott lenni, tehát hogy minden egyes autókefál, tehát minden egyes önálló ortodox egyház, az gyakorlatilag úgy jött létre, hogy eredetileg egy nagyobb egyház szervezeti egységhez tartozott, legyenek ezek szerbek vagy bolgárok, és akkor fellázadtak, hogy ők önálló egyház akarnak lenni, akkor a birodalom odaküldte a katonáit, lemészárolta ezeket, a lemészároltak azok vértanúk lettek, megerősödött az egyház, és lett belőle egy autókefál egyház. Most ezt így nem lehet egy az egyben lejátszani, úgyhogy egyházi diplomáciával játsszák le a egymás lemészárlásának a különböző fázisait, de tehát, hogy verbálisan magyarán, de igazából az egyház történet, mint minden történet, az ilyenekből áll össze. És lehet azt mondani, hogy hát az egyház történetnek nem kéne ilyennek lennie, de miért is nem? Tehát, hogy ez egy idealizált egyházkép, ez egy olyan dolgot kér számon az egyházon, ami nem. Azt kéri számon, hogy ne legyen benne a világban. Már ha benne van a világban valaki, akkor óhatatlanul ezzel ennek a hátára kerül. Tehát, hogyha ha egy tavon hajózik valaki, akkor okvetlenül megy a csónak a hullámokkal. Tehát, hogy ezzel ő meg néha fölborul. Tehát, hogy most akkor vagy nem szállunk vízre, vagy nem várjuk el azt a csónaktól, hogy ott lebegjen 20 centivel a rész fölött teljes arisztokratikus nyugalomban, míg alatt a hullámverés, meg az osztom a kis emberi természet, ez ott csinálja a maga kis dolgait, de hát az ember, az egyház lényege pont az, hogy belemegy a világba, és nem szervezeti szintig, hanem személyes szintig, lelki szintig, sőt az ortodox kereszténység esetében atomi szintig, tehát az utolsó sejtet is be akarja vonni a feltámadásnak a fényébe. Az, hogy ez mennyire megy, vagy mennyire nem, milyen sebességgel, az más kérdés. De az egyháznak nem feladata az, hogy kívül maradjon a világon ilyen szempontból, és ne érintsék őt a világnak a hanglámverései. Tehát most a montenegrói egyház helyzete. Mit tudom én? Miért van ott valami helyzet? Én ezt nem, tehát komolyan nem tudom. Hát van egyébként, tehát ugye történelmileg az ugye szerb ortodox egyháznak a tenger melléki része, és akkor ugye most neveket nem tudok pontosan mondani, de hogy ugye volt egy rész, aki azt mondta, hogy akkor mi már pedig ebből kiválunk, és mi a Montenegró. Akkor a szokásos történet. Így van, így van. Igen. Hát ez ennyi, ezt majd lemeccselik. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon tapasztalt asztali teniszezők vannak, ezt majd szépen lepipongozzák egymást között. Oké. Okay. Egyébként ugye nekem egy kicsit ebből úgy tűnik, hogy sok ilyen kérdés, ez tényleg egyfajta ilyen római katolikus struktúra szerinti gondolkodásból fakad, hogy ugye azt ismerjük. Nincs ezzel baj, mert hogy honnan máshonnan persze, lehetne. Abszolút, abszolút, de hogy ez egy tényleg egy nagyon más világ. És én ismerek egyébként olyat is, aki protestáns volt, és nem érezte magát otthon ebben, és kereste az útját, és végül is hosszú dilemma után azért lett katolikus, mert neki megnyugtatóbb volt az a szervezet, az az egyház szervezet, és azt mondta, hogy én itt jobban ki tudok igazodni, én itt nem érzem azt, hogy nekem értékítéleteket kellene magamba hozni, és akkor meghatározni, hogy nem vagyok annyira magamra hagyva a gondolataimmal, meg a dilemmáimmal, hanem meg van mondva központilag, hogy ez a tuti, és akkor az afelé tudunk menni. Tehát volt, aki ez billentett egyik. Hát néha én is úgy gondolkodom, hogy ott legalább rend van. De
De aztán mindig arra gondolok, hogy vajon a rend merevségét én fel tudnám, vagy a merevségért fel tudnám áldozni az elevenség kétségtelen bizonytalanságát, és nem. Igen, ez egy picit egyébként talán nekem is úgy tűnik, hogy egyfajta, igen, ez az életteliség, vagy élő mi volt, vagy pedig a rendezettség és a stabil ritmus, valahogy ez a két pólus nekem egy kicsit a... Stabil ritmus az ortodoxiának is van, tehát azért a kánoni és a teológiai egység az biztos egy nagyon szolid alapot az ortodoxiában is. Tehát ez nem annyira sokszínű, hogy ha én elmegyek egy orosz templomba, vagy egy szír ortodox templomba, és ott bár egy büdös munkot nem értek a liturgiából, mert olyan nyelven végzik, de tudom, hogy pontosan tudom, hogy mi történik, és hogy hol vagyok. Igen. Van azért egy olyan nem nyilvánvaló és nem kodifikált egysége az ortodoxiának, ami ennek a hullámverésnek a közepete, meg ennek a vidám káosznak a közepette, azért kikezdhetetlen. És hát akkor valószínűleg ez adja meg a választ arra a kérdés, költői kérdésedre, amit ugye az előző megben mondtál ki, hogy a fenébe lehet ez még egyben. És hát akkor így. És valószínű... Úgyhogy nem törekszik a lélek láthatatlan egységét egy látható egységgel kipótolni, vagy helyettesíteni, vagy megerősíteni. Igen, és nekem... Ez a Pilinszky. Ez a Pilinszky, hogy támaszkodjatok bátran a levegőre. Igen. Igen, de valójában, hát ha meg a levegőre, ugye, vagy a... Ugye most mi az, ami a levegő jegyű, tehát ugye most a Szentlélek jutott eszembe erről, hogy erről a idézetről, de egy picit nekem az a benyomásom, hogy az, hogy nincsenek, tehát hogy nem a stabil ritmus nem ebben van meg, hogy szervezetileg aki nem lép egyszerre, hanem a tradíciónak tényleg a mondjuk számomra lényegi részében, ez inkább a lelkiség felé irányítja az embert szerintem, vagy a hívőt legalábbis, aki ebben ugye gyakorlatban részt próbál venni, és hiába, amit említettem, és talán Szíriát mondtál, hogyha oda elmész, és ott részt veszel egy liturgián, akkor is tudod, hogy most hol tartasz, és ugyanazt a gyakorlatot, ugyanazt a lelki aktust, azt meg tudod ott élni, vagy meg tudod tenni. És talán ez inkább erre tereli rá a fókuszt, ahelyett, hogy egy kicsit ilyen jogi, szervezeti oldalról kellene szemlélni, mert hogyha úgy próbáljuk, akkor tényleg ez egy, még ha vidám is, de káosznak tűnhet, és abban nem lesz megnyugvásunk, hogyha kizárólag egy ilyen szervezeti szemmel próbálunk ebben részt venni. Ez az én benyomásom legalábbis. Igen, de ugye ma igazából ez a normális, meg a törvényes megközelítése, akkor kívülre megyünk befele, kezdjük a helyénál is megyünk a magfele. Aztán lehet, hogy ez nem minden esetben működik, tehát van, ahol csak a nem feltétlenül kifizetődő ez a szisztematikusság. Nagyon kíváncsi vagyok a többi kérdésre, nem tudom, hogy ez, vagy a többi felvetésre, nem tudom, hogy ezekkel mennyire tudtam megbirkózni, vagy mennyire sikerült felbosszantanom a kérdezőknek, vagy csalódást okozni bennük, de én nagyon kíváncsi volnék a többire is, úgyhogy ezt szívesen folytattam, csak azt gondolom, hogy egy 3-4 óra, majdnem 1 óra az, ami egy leülésre nagyjából befogadható. Igen. Ott lesz egy szétáltatás, és egy folytatjuk ott akkor. Igen, ez egy jó gondolat. Csak akkor előjáróban, vagy kezdcsinálóban mind a nézőknek, mind neked. Most egy kicsit körüljártuk ezt a hogyan néz ki a világban szervezetileg,
nemzetiségileg az ortodoxia, így érintőlegesen ezekről beszélgettünk, de a többi kérdés, ami azután következik, vannak azért teológiaibb jellegű kérdések, és kicsit filozófiai vonalak, és van a végén néhány, ami praktikus, ilyen mindennapokra levetített, levonatkoztatott javaslatkérések, vagy hogy is mondjam. Úgyhogy azért sokrétű még, ami hátra van. Ilyenkor, ahogy szokták mondani, hogy kommenteljenek, és iratkozzanak fel, és stb. Egyébként a további kérdéseket akár kommentek formájában is szívesen fogadjuk, és akkor, hogyha tudjuk, akkor pedig feldolgozzuk ezeket is. És neked pedig nagyon köszönöm az idődet, hogy rászántad ezekre a kérdésekre. Megelőlegezed a És akkor hamarosan folytatjuk. Yeah.